Három éve kormányoz a Fidesz kétharmaddal, és teljes a káosz az oktatásban. Ezt az elmúlt napok, az elmúlt hetek is világosan bizonyították. Mérges szülők, értetlenkedő iskolaigazgatók, karjaikat széttáró hivatalnokok, ők a legjobb példái annak, hogy az elmúlt három évben kétharmaddal milyen végiggondolatlan és megfontolatlan döntéseket hozott az oktatási államtitkárság, és micsoda csapnivaló köznevelésének nevezett törvényt alkotott a többség. Ezekben a hetekben, ezekben a napokban folynak a beiratkozások a 2013-14-es tanévre. A hibák, a szakmai hibák és a meggondolatlanság kárát közel 10 000 magyar kisfiú és kislány látja. Közel 15 000 szülő, akik értetlenkedve figyelik, hogy mi folyik az oktatásba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez az első alkalom, amikor a köznevelésinek tartott törvény nem papíron, nem szakértői vitákban, hanem a hétköznapokban, a magyar állampolgárok, a magyar családok hétköznapjaiba mutatja meg valós arcát. Ez egy rémálom. Rémálom az, ami az iskolákban, az iskolák előtt történik. Pedagógusokkal vitatkozó szülők, iskolaigazgatókkal vitatkozó pedagógusok, tanfelügyelőkkel vitatkozó igazgatók és tanfelügyelőket utasító Klebersberg intézet. Az, hogy a törvényben leírtaknak a következményeit nem látta át és nem fogadta el a tanácsokat az oktatási kormányzat, ez okozza a jelenlegi káoszt. Nem a gazdasági világválság, nem a nagyon nehéz nemzetközi helyzet, még csak az elmúlt 8 év se így egybe, hanem ez a köznevelésének nevezett törvény hibája, meggondolatlansága és kényszere. Nem számoltak azzal, hogy két évfolyamot kényszerítenek egyszerre iskolába és beiskolázásra, és miközben sajnos az országunkban a gyermeklétszám csökken, bizonyos városokban és területeken, Budapest számos kerületében, Budapest környékén, az agglomerációban, több nagyvárosban ez a meggondolatlanság oda vezetett, hogy a gyermekeknek nincsen férőhely. Nem tudják beiratni napok, hetek óta a szülők, ígéreteket kapnak, de mióta az ígéreteket megkapták, azóta sem változott semmi. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen szisztémát, milyen rendszert alakított ki a köznevelési törvény. Hiszen a gyakorlatban, amikor nem szakmai szervezetek, nem szakszervezetek, nem politikai pártok, hanem a szülők alkotnak és alkothatnak véleményt erről a törvényről, teljesen világosan látszik a meggondolatlanság és a kényszer együttes hatása. Olyan rendszert alakítottak ki, amiben nem vállalja a problémákért és a problémák megoldásáért senki. Az igazgatók széttárják a karjukat, hogy őtőlük elvettek minden jogot és lehetőséget. A tankerület vezetői azt mondják, hogy ők végrehajtók, nem tehetnek semmiről, csak azt, amit a törvény mond, kell nekik végrehajtaniuk. A Klebersberg intézet, hogyha hosszú idő után végre nyilatkozik, akkor elmondja, hogy ő nem tehet semmiről, végrehajtó intézmény, és a törvényhozást már hónapokkal ezelőtt felszólította arra, hogy korrigálja a hibát, a saját hibájukat. Így aztán olyan ötletek születnek, hogy építsenek új tantermeket. Most, áprilisban. Mondják azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekeik szeptembertől iskolába kellene, hogy járjanak. Az egészben a teljes kiérleletlenség. Lehet látni a szakmai figyelmetlenséget, és a törvény különböző pontjai, amelyet immár másfél éve elmondtuk, hogy külön-külön sem állják meg a helyüket, de így együtt kimondott káoszt okoznak, most először a gyakorlatban is megmutatkoznak. Azt kell mondjam önöknek, hogy
nem ez az utolsó eset, ami a közoktatási helyett köznevelésinek nevezett törvény következetlenségét és szakmaiatlanságát mutatja. Itt már nem arról van szó, hogy parlamenti képviselők, oktatási szakemberek egymással vitatkoznak. Azok nekünk voltak rémálom napok, amikor itt a törvény vitájába elmondtuk, hogy mi a véleményünk, és meg se hallgatták azokat. Ezek a napok, ezek a hetek már több tízezer magyar felnőtt szülő, családjukért, kisgyermekeikért aggódó magyar állampolgároknak okoznak rémálmot. De a legnagyobb kár kétség kívül a 6 éves fiúké és 6 éves lányoké, akik emiatt a következetlenség miatt nem kerülhetnek be az iskolába. Azt mondhatom önöknek, hogy a törvény továbbra is rejt magába olyan részleteket, amelyek hasonló vagy ennél jelentősebb felfordulást fognak okozni. A tanév kezdetét nem nagyon lehet úgy elcsúsztatni, mint a felsőoktatási jelentkezés időpontjait. Szeptemberig olyan, és szeptemberben is, olyan felfordulás várható a közoktatásba, ami kimondottan és kizárólag ennek a rossz törvénynek és ennek az eszement központosításnak a következménye. Kérem most hallgassák meg Bangó Ildikót, aki elmondja, hogy hogyan van ez a valóságban, hogyan tapasztalja ő. Rémálommá vált a 6 éves gyerekeknek és szüleinknek a tanévkezdés. A Fidesz-KDNP számára most már kijelenthetjük, hogy a gyerekek sem szentek most már. Sorsolással akarják eldönteni ma az iskolákban, hogy melyik gyerek hova kerül. Itt is látszik, hogy a Fidesz-KDNP-nek semmit nem jelentenek ma a gyerekek, a téma pedig sokkal fontosabb és sokkal komolyabb annál, mint sem úgy tekintsünk ma Magyarországon egy gyermekre, mint egy kártyapakli egyetlen egy kártyájára. Ma Magyarországon megbélyegzik a gyerekeket, és miért is mondom én ezt? Ma belekényszerítik a szülőket abba, hogy 6 éves gyerekeket beiskoláztassanak, és egy osztályba kerüljenek 7 éves, 7 és fél éves gyerekekkel. Aki gyermeket nevel, és kisiskoláskorú gyermeket nevel, nagyon jól tudja, hogy miről beszélek én. Sokszor van az, amikor beiratásra kerül a gyermekünk, és leülünk konzultálni az óvodapedagógussal, megkérdezik tőlünk, hogy mennyit fejlődhet egy gyermek 3-4 hónap alatt. Óriási idő ez egy kisgyermek számára. És itt megint kiemelném azt a különbséget, hogy egy 7 és 7 és fél éves gyerek és egy 6 éves gyerek ma ezt egy osztályba fog kerülni Magyarországon. Az első alapvető feltétele egy iskola érettségnek a testi érettség. Tudják-e, hogy egy 6 éves gyerek és egy 7 éves gyerek között akár 7-8 cm különbség is lehet? Egy 7 és egy 6 éves gyermek között akár 4-5 kg súlykülönbség is lehet. Tudják-e, hogy mennyi ma egy iskoláskorú gyermeknek az iskolatáskájának a súlya? Akár elérheti a gyermeknek a súlyának a felét. Gondoljanak bele, hogy minek lesznek ezek a kisiskolás gyerekek szeptembertől kitéve. Hátrányos helyzetbe kerülnek a gyerekek, 6 és 7 éves gyerekek egymással szembe. Hátrányba fognak kerülni, mivel hogy megbélyegzik őket, mert választaniuk kell a szülőnek a hittan és az erkölcstan között. És hátrányba kerülnek azok a gyerekek, főleg azokról beszélünk, akik hátrányos helyzetűek, mert nem veszi figyelembe a kormányzat, hogy ezeknek a gyerekeknek a többsége 6 évesen nem kerülhetne iskolába. Ma a köznevelési törvény előírja, hogy a szülőnek jogába van megválasztania azt az iskolát, ahova a gyermekét járatni szeretné. Ma ennek a jogának, ma Magyarországon szülők tízezre számjában nem tehetnek eleget. 3 éve kormányoz Orbán Viktor kétharmados többséggel, és gyerekeket bélyegeztet meg ez a kormány ma Magyarországon, és gyerekeket fog olyan helyzetbe kitenni, ahol sikertelenségre lesz ítélve.
Szeretnék idézni egy mondatot Hoffmann Rózsától, ami a tavaly hangzott el tőle a szeptemberi tanévnyitón. Hoffmann Rózsa leszögezte, örködni fognak minden egyes gyermek fejlődése felett, csak hogy senkinek ne legyen kétsége felől. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos mondat volt Hoffmann Rózsától, és felszólítanánk, és meg is kérnénk Hoffmann Rózsát, hogy ezt az állapotot, amiről képviselő úr is beszélt, és nem a politikának fontos ez, hanem higgyék el, a legfontosabb azoknak a gyerekeknek a számára, akik most 6 évesen bele lesznek ebbe az állapotba kényszerítve, azoknak a szülőknek a számára, akik rettenetes nehezen élik meg ezt az időszakot. Én anyaként tudom, hogy ha egy anya fél, ha egy szülő fél, a gyermeke is fél. Ha egy szülő kétségbe van esve, ha egy szülő azt látja, hogy kilátástalan a helyzete, a gyerekre is kivetődik, és innentől fogva a gyerek is félni fog. Ma a Fidesz-KDNP kormányzata ezt okozza a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, félelmet, kilátástalanságot. És amiről képviselő úr beszélt, hogy nem csak most fog ez megjelenni, sokkal-sokkal súlyosabb problémák fognak még az iskola kezdéssel megjelenni.